Valamikor nagyon régen, általános iskolás koromban, még alsó tagozatosként egy kis faluban jártam. Általános iskolában ott éltünk, és a keresztapámnak volt egy lova, és a kukoricás kapálásához, amit úgy hívtak, hogy ekekapálás, elhívott engem, hogy üljek fel a ló hátára, ugyanis lóval vontatott volt ez a szerkezet a sorközök műveléséhez, és felültetett a hátára, és kapálta a kukoricát. Hát ami érdekes volt az egészben, hogy egyszer lóvon ülhettem, de amikor következett a cseresznyefa, az alatt kellett áthaladnunk, de ugye a ló az nem vette figyelembe, hogy le kéne hajolni, mert én is ott ülök, vagy guggolni, vagy valami ilyesmi, hanem ő ment tovább, mert ő elfért, és engem lesodort az ág, úgyhogy az ágba megkapaszkodtam, és a ló kiment alólam. Ez volt az első lovas élményem. Van egy-két dolog, amit többször fotózok, például a színház, táncszínház, a másik terület, az aktfotózás, ami különleges területnek számít. Tulajdonképpen, hogy visszaszámolok, hogy az első fényképezőgépemet 1963-ban kaptam, és akkor középiskolában intenzíven fotóztam, aztán az egyetemen is. Sokat túráztunk, túráztam, nálam volt a fényképezőgép általában fotós barátaimmal, vettünk részt különböző túrákon, Mátrába például, és akkor ott a természetben volt a hangsúly. De nem a szűkebb értelemben vett természetfotózásra, mert az egy különleges technikát igénylő műfaj. És az állatok, mint természetfotós fotózása is különleges, meg különleges technikát és más módszereket igényel. Én a lovakat választottam, ami viszonylag könnyen elérhető. Elhatároztam itt Csalgótarjánban lakván, hogy vannak a város környékén lovastanyák, és bekéreckedek egy lovastanyára, és engedélyt kérek, hogy fotózzam ott a lovaknak az életét, a tanyán zajló életet. Jó van, bárunk, mindjárt kapsz neki a pályán. Ugye benne van az, hogy magyar, az végül is lovas nemzet volt. A lovaglást egyszer mindenkinek ki kell próbálni, mert nagy élmény, főleg ilyen barátságos lóval, amelyiken éppen ülök. Fotósnak is külön élmény, különös akkor, hogyha nála van a fényképezőgép, és csinál is közben néhány fotót, mint ahogy most én is. Meglepően sok, viszonylag sok lovasiskola van Salgótarjánban. Ezt a lovasiskolát gyerünk! Szeretem a legjobban, ide járok már lassan 4 éve. Ébenkét már 4 éve ismerem. Ő neki a hivatalos neve, vagy a beosztása, itt a tanyán az, ő az iskolaló. A legbarátságosabb, legszelídebb iskolaló. Meghívást kaptam minden évben megrendezésre kerülő Hortobágyi művésztelepre. Úgy hívják, hogy Káplár Miklós művésztelep, minden évben júliusban szokott lenni. Nemzetközi résztvevői gárda van ott Hortobágyon. Elsősorban festők vannak,
és néhány meghívott fotós. Én is meghívást kaptam először, és most már 5. alkalommal voltam az idén ott fotózni Hortobágyon, és mindig találok újat. Külön élmény az, hogy ott vannak a festők is, külföldiek, ilyen nemzetközi, és ott vannak a fotós barátaim is, akiknek van egy-egy speciális területe. Jól érezzük magunkat, fotózunk, és akkor az összegyűlt anyagból valamilyen tematika mentén készítünk egy kiállítást. A Hortobágy községtől gyalog is ki lehet sétálni, 15-20 perc alatt Mátára. Bemehetek az istállóba, beszélgetek ott a csikósokkal. Engedélyt kaptam arra egy-két alkalommal, hogy a mountain bike-ommal a természetvédelmi területre is bekerékpározzak. Csikósoktól engedélyt kaptam szintén fotózni, ugyanúgy, amikor naplemente volt. Tulajdonképpen ösztöndíjat kapunk, mert egy szimbolikus összegért veszünk részt. Ugye minden évben meghívnak egy csapatot, változó a résztvevőknek az összetétele. Hát én már 5. alkalommal érdemeltem ki, hogy meghívnak. 10-én szokott kezdődni a művésztelep, akkor nyit, és ebben az időszakban kezdenek el röbdösni már, felnőnek a kis gólyák, és reggel az az első, hogy fölülök a kerékpáromra, és van egy 6-kor nyitó büfé, vagy másfél kilométerre a szálláshelyünktől. Fölülök a biciklire, magammal viszem a fényképezőgépet, és útközben már ismerem a gólyafészkeket, megállok, nézem, gyakorolják a repülést a hajnali fényben, a korai napfényben, azokat is megfotózom. Mindig van valami új arca ott a környéknek. Így jutottam Kónyára is. Útközben találkoztam legelésző tehéncsordákkal, szürke marhával, magyar tarkával. Megálltam beszélgetni a pásztorokkal, a gulyásokkal. Érdekes, hogy ez valahogy megmaradt, hogy a csikósok, akik a lovakkal foglalkoznak, azok egy kicsit szófukarabbak, mint a tanyán élő emberek, de ők is barátságosak, hát ugye már megszokták, hogy sok látogató van, és szerepelnek. Az a régi Hortobágy, az a csikós élet, a pásztor élet már egy kicsit másabb, ugye változott a világ. Úgyhogy az a hanghordozás az már nem igazán lelhető fel, ami ezelőtt 20-30 évvel fellelhető lehetett ott. Tehát tájszólásban sem. Hát van egy kis tájszólások, egy tipikus, én úgy hívom, hogy nádudvari tájszólás. Ott éltem 4 évet, ott dolgoztam, és annak idején is sokat jártam a Hortobágyra. Ugye az 50-es években voltak a kitelepítések, hogy a Hortobágyra telepítettek ki bizonyos embereket, akiket az akkori hivatalos társadalom nem fogadott be, és el akart különíteni Hortobágyra, juhodályokba és más istállókba helyezték el őket. Találkoztam ott a tanyán egy, hát majdnem korombeli emberrel, olyan jó 70-es körüli emberrel, aki tulajdonosa volt a tanyának, és szamarai voltak, és tartott házi állatokat. Ő mesélte, hogy a kónyai vasútállomásra, ami egy nagyon egyszerű vasútállomás, érkeztek a kitelepítettek, és látta a szomorú sorsukat. Gyere csak! Vigyázni kell, hogy az ember hogy adja oda.
szépen a tenyeret így ki kell így, de most nincsen éppen, megtréfáltam. A góréstanya oda járt a kiskolába, a környékbeli szorvány tanyákról, az iskoláskorú gyerekek, és a tanyán volt egy, illetve van egy, mert még most is van egy állatkórház is, ahol sérült madarakat gondoznak, és később elengedik őket, amikor meggyógyultak, elsősorban ragadozó madarakat. A hajnali fotózás volt nagyon érdekes, ugyanis hajnalban, amikor a nap fölkel, különös látványt nyújt a párás puszta. Száll föl a pára, és ahogy az alacsonyan található köd száll fölfelé, előtűnnek a gémes kutaknak a csúcsai. Érdekes volt, talán veszélyes is, amikor a bivajokat fotóztam, de kifigyeltem, hogy mikor hajtják őket egyik helyről a másikra, és egy tanyához vezető műúton keresztül tervezték hajtani őket. Autóval úgy álltam meg, hogy nyitva hagytam az autót távolabb a tervezett átkelési helyüktől, hogyha netántán valami történne, hogy támadnának, akkor időben be tudjak ugrani majd az autóba. Az egyik felvételen látszik is, hogy az egyik nagyon rám nézett. Hogyha olyan állatot fotóz az ember, ami nehezen megközelíthető vagy veszélyes, akkor célszerű teleobjektívet alkalmazni. Én a gyakran nálam látható géppel fotózok, ez egy professzionális fullframes fényképezőgép, és ehhez van egy 300 mm-es csereobjektívem, és a bivajokat is ebből fotóztam. Egy fotós barátom volt, aki Floridában él, már két alkalommal ott a táborban, és ővele megszerveztünk egy naplemente szürke marha fotózást, és azt előkészítettük, mégpedig úgy, hogy napközben megkerestük a gulyásokat, és megkértük őket arra, hogy ha jövünk este, kapjunk lehetőséget fotózni egyszer. A két gulyás jó barátok voltak, Nagyhegyesen laktak. Megbeszéltük, hogy mikor megyünk fotózni, és ugye egyszerre csak egyik volt kint, a másik a váltótársa volt, kimentünk a váltótársáért, és együtt fotóztuk. Egyébként érdekes, hogy egy gulyás vagy egy pásztor terelte őket két kutyával, és szépen szót fogadtak, ugyanúgy, mint a közönséges szarvasmarhák. A Hortobágyon igazán nincsenek olyan állatok, amelyeket nehéz megközelíteni, talán a madarak. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Hortobágyi halastavakhoz is többször kitekertem a biciklimmel, hátizsákkal, azonnan Hortobágytól olyan 5-6 kilométerre, de vasút mellett kerékpároztam. És ott korán mentünk ki, hogy reggel a madarakat még kiszállás előtt
meg tudjuk fotózni magas lesről, és hát így sikerült néhány képet készíteni. Róluk hát nem egyszerű, mert hogy sokat kell rá dolgozni, ki kell menni, el kell bújni, vigyázni kell arra, hogy meri adjanak el, ne repüljenek el korábban, mint ahogy a fotókat elkészítettük. A madarak fotózását hajnalban, meg késő este fotóztuk, amikor kiszállnak és amikor érkeznek, kiszállnak a tavakról, ugye éjszakázni mindig olyan tavas vizes területen szoktak, és a napfelkelte előtt, kiszállás előtt elbújtunk, ugye nem nagyon kellett elbújni, mert úgy van kiépítve a madárles, a madárlesben, ugye korán vagy este hasonló módon, és akkor vártuk a jó szerencsét, hogy olyan helyről szálljanak fel, amit a teleobjektív elér, és vannak olyan fényviszonyok, hogy jó minőségű képet tudunk készíteni. Hát ugyanez volt az esti órákban is. De a daruk nagyon félék madarak, ezért elsősorban csak madárlesből, állatlesből lehet őket megfotózni. Szerencsém volt kifogni egy vihart, egy nagy záport. Jöttek a sötét fellegek, beültünk az autóba, ekkor nem a kerékpárra, és 33-as úton beautóztunk a Hortobágy közepéig, kiszálltunk egy látogató helyen, és onnan fotóztuk az ivatart, de olyan villámok voltak, hogy csak lehúzott ablaknál mertünk fotózni. Wasn't hard to love you, didn't have to try. A déli bábot forróságban, tűző napsütésben lehet fotózni. Fölmelegedik az alsó légréteg a talaj fölött, és ahogy a versekben, a leírásokban szerepel, ilyen tükörképét lehet látni a horizonton lévő dolgoknak, például egy fasornak. Legyél te magad, dúlt fel hiedelmeid, a hit legyél te magad, törd át gátjaid, a világ legyél te magad, vedd egybe életet halálod, a teljesség legyél te magad.